A program kapcsán rendezett tájékoztatón Benedekfi István, az Emberi Erőforrások Minisztérium a kultúráért felelős államtitkárság főosztályvezetője, a több mint egy évtizedes sikeresen zajló zenei rendezvény zenei kultúra teremtő voltát hangsúlyozta, ezzel továbbítva Fülöp Péter helyettes államtitkár üzenetét. Bízok benne, hogy a Zeneszület Fesztivál számtalan lehetősége közül mindenki talál szívéhez közel álló kikapcsolódást, nyújtó programot. Egyúttal köszönöm a szervezőknek, hogy immáron több mint egy évtizede biztosítják a fesztiválra látogatók számára a szellemi és lelki feltöltődést. A Zeneszület Fesztivál legfontosabb hivatása idén is kimozdítani a koncerttermek falai közül a zenét, közelhozni a muzsikát az emberekhez. Ezért a Filharmónia Magyarország immár 11. éve rendezi meg klasszikus zenei programsorozatát Pécs utcáin, terein. Idén nagyon sok helyszínük lesz. Kertvárosba, Uránvárosba, a játszóterekre is kiköltöznek a zenei programok. Híres fellépők is szerepelnek a fesztivál során. A nyitókoncerten a Magyar Állami Operaház zenekara kóristái lépnek fel, mondta Szamosi Szabolcs, ügyvezető igazgató. Másnap a Szent István Filharmonikusok filmzene koncertje lesz a főszereplő Feke Pállal, és a harmadik nagyesti programunk a Kodály Központban a világ legnevesebb, legkiválóbb Rachmaninov interpretátora Olga Kern lesz a főszereplője Koncerto Budapesttel, a koncertnek, amelyet Keller András vezényel, a Rachmaninov második zongora versenye és Csajkovszki hatodik szimfóniája hangzik el. Idén a zongora áll a középpontban, ugyanis 12-én a fesztivál után indul az ország, a Filharmónia Magyarország egyik legpatinásabb nemzetközi klasszikus zenei rendezvénye, a Liszt Ferenc zongora verseny, amelynek a Zeneakadémia ad otthont, tette hozzá az ügyvezető igazgató. Nagy öröm, hogy most akkor újra kirakhatjuk a street pianóinkat, amik már nagyon sok évvel ezelőtt egyszer kim voltak a városba, és így igyekeztünk zongorás produkciókat főként a programba berakni, akár a térzenékbe, a flashmobokba, akár a fő koncertjeinkbe, az esti nagy programokba. Szeptember 9-e és 12-e között a hangversenyek mellett szabadtéri klasszik mozi, családi nap, gyerekprogramok és váratlan, különleges helyszíneken megszólaló térzenék színesítik Pécs programjait.